pillanat, és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, szép jó reggelt kívánok, köszönöm, jó reggelt kívánok. Elfogadta meghívásunkat. Először és mindenek előtt, hogy érte meg az európai parlamenti választások eredményeit? Gyakorlatilag nagy meglepetés nem ért. Néhány olyan dolog van, amire érdemes odafigyelni, és ami szerintem nem rossz. Az új pártokra igény van, és azokra, akik keményebben szólalnak fel. Szerintem ez a kettő lehet a összefoglalója. A Fidesznek az eredmény az várható volt, bár összességében nem az történt, amit szeretett volna. Jóval többre számított, mint amennyit kapott, és azt gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkodniuk, különösen az európai politikájuk következménye az, ami miatt sokan elfordultak tőlük, és nem a várt fideszes támogatottságot kapták meg most a választáson. Ettől még megkapták az 50 vagy 52%-ot, de azért a választásoknak az az eredménye, ami Európában van, tehát gyakorlatilag, hogy a néppárt és a szozdemek, akár kiegészülve az ALDE frakcióval és az LDP frakcióval, tehát gyakorlatilag a kisebb pártokkal többséget tudnak szerezni. Ez azt jelenti, a Fidesz nélkül is, ez azt jelenti, hogy nagyon komoly harcot, nagyon komolyan kell dolgozni a Fidesznek azon, ha a néppártba akar maradni. Szerintem a Fidesz a néppártba, legalábbis úgy szeretnék, és erre még van idejük ezt eldönteni, biztos le fogják meccselni. Nézőink közül nagyon sokan elfelejtették, hogy illetve az ön pártja a parlamenti választásokon győzött, illetve sikerült egy parlamenti képviselőt a magyar parlamentbe bejuttatni, mégpedig az LMP-vel karöltve. Hogy van ez a képviselőnő? Hon Krista végzi ezt a munkát, gyakorlatilag az Új Kezdetnek van egy parlamenti képviselője, aki képviseli az Új Kezdetet, természetesen egyedül nem tudná, függetlenként sem, így a különféle problémák miatt sem lép ki a frakcióból. De mire gondolod, amikor egy orvos az konkrétan szokott fogalmazni, és ön nem csak egy sportoló, hanem egy orvos is. Mi az, hogy problémák miatt? Hát az LMP, mint hogyha egy kicsit megbukott, hát eredménytelenül szerepelt volna. Maradjunk, hogy az LMP eredménytelen volt a mostani választás, és ez már ők is elismerik. Folyamatok előrevetítették, kilépések, átlépések, belső problémák. Ez látszott. De úgy tűnik, hogy az Új keze egy hűséges politikai koalíciós partner, mert önök ott maradtak velük. A megállapodásunk a választásokig szólt, de a LMP frakció keretein belül tud politizálni Hon Krista, Új kezet parlamenti képviselője, és ez a megállapodásban benne van. Van egy közös programunk, aminek a közös felületeit simán tudjuk vállalni, azzal semmi gond nincsen, és a mi parlamenti képviselőnk nem vonatkozik a LMP belső pártszabályzata, ebbe is megállapodtunk, és szerintem végzi a parlamenti munkáját most már a Költségvetési Bizottságba, úgyhogy egy nagyon felkészült, versenyképes parlamenti képviselőnk van és lesz, és nem egy arcú lesz a párt a jövőt illetően. Én magam egyébként különben is most visszahúzódtam Gödöllőre a parlamenti mandátumról. Így néz ki egy polgármester, hogy vissza van húzódva? A országos politikától húzódtam vissza, de természetesen otthon teljes gőzerővel dolgozom. Én azt gondolom, hogy ezt ígértem a gödöllőieknek, amikor a parlamenti mandátumot visszaadtam. Azt mondtam, hogy én Gödöllővel szeretnék foglalkozni, a lokalitással, az önkormányzatokkal, Gödöllő. Ez az én területem, ezen ott van. Ha jól emlékszem, akkor legutolsó találkozunk alkalmával megkérdeztem, hogy megméreti-e magát, és mindha azt válaszolta volna, hogy igen. Persze, természetesen föl vagyok készülve, harci díszben vagyok, és már dolgozunk azon, hogy eredményesek legyünk. Nem hány három hónap alatt kell eredményesnek lenni, vagy 4 hónap alatt? 5 év alatt. 5 év alatt, de ezt össze kell foglalni. Tehát fogunk egy beszámolót készíteni, már most látszik. Hányadik kadenciát tölti most? Ez volt a hetedik, 7x4 az 28, 29, mert az utolsó ciklus, ez most 5 éves. Annyi a mágia rakásból is sok.
Hát sok persze, de hát meg gombócból is, de szerintem... Igen, a kérdés az, hogy meg tud-e újulni? Mondjuk egy sportoló vagy egy orvos az állandóan ikonban van és meg tud. Vajon én egy mondom, helyi politikus is meg tud újulni? Szerintem csak akkor szabad elindulni, ha meg tud. Nem kell megújulni, hanem új lendületet kapni és új lendülettel vinni a dolgokat, mert van, amiben nem kell újat alkotni, mert működik és jól működik, van, amiben persze kellene kreatív jó ötletek, ez megy Gödöllő irányába, hiszen Gödöllőről beszélnek, Gödöllő azért ott van az ország információs vérkeringésében, nem pártpolitikailag, hanem település szempontjából, nem csak a Királyi Kastély, a város fejlesztés szempontjából, az egyik legdinamikusabban fejlődő város vagyunk, úgyhogy mi gyakorlatilag önfenntartók vagyunk. Persze, ez sokat köszönhet a regnáló kormánynak is. Most mondom, hogy nem, tehát mi saját magunk pénzéből gazdálkodunk. Saját maguk pénzéből hozták például a kastélyt rendbe? Nem, az két külön dolog. A kastély egy folyamat, 1989-ben kezdődő folyamat. Talán most már én vagyok az egyetlen egy, aki kezdettől fogva benn vagyok ennek a egész felújításnak a történetében. Ebben nem kevés pénzt tett be a város. 1993-ban régen volt, csak amíg nem is értek akkor. Nem a jelenlevőkre vonatkozik, de hát nem ez az érdekes. Tehát 93-ban tettünk be, 93 és 94 között a alapító gazdasági társaságban, amelyik működteti a kastélyt, 500 millió ingatlan a portvagyont, amit kiárult a kastély, és beforgattuk a kastély fejlesztésébe. Tehát bátran mondom azt, hogy nem csak úgy... Jó gödöllői lakosnak lenni? Ha megkérdezni, hát ezt őket kell megkérdezni, én szeretek Gödöllőn élni, nekem ez az életem erről szól, gyakorlatilag több mint 30 éve a városról, a város közösségéről. Gödöllővel kell és Gödöllővel fekszik. Persze, ma is reggel egy hajnali bicikliúton vagyok már túl, körbe mentem Gödöllőn, de nem csak Gödöllőn, hanem egészen Magyaródig, majdnem a Hungaroring magasságáig, és mentem vissza. Na akkor most segítsen nekem, hogyha önre szereltünk volna egy láthatatlan kamerát, hányan állították meg, hogy polgármester úr nem viszik a szemetet, vagy kátyú van az úton, vagy ilyesmi? Ez mindennapi kérdés. Tehát nem, azért annyira nem mindennapi, mert elég sok információ van, és bejönnek az információk egy rendszerbe, tehát nem feltétlen hozzám kell bejönnek, hiszen nagy apparátussal dolgozunk. Én nem gondolom azt, hogy nekem kell mindent megoldani, nem is olyan polgármester vagyok, megvan mindennek a felelős, azt kell jól megszervezni, hogy ezek a feladatok, amik ide vannak telepítve, vagy az aktuális napi feladatok, azok a megfelelő formában oldódjanak meg. Nem mindig sikerül, azért ezt el kell ismerni, nem könnyű, nem mindig sikerül, de azon vagyunk, hogy sikerüljön. Ennek megvannak a helyi kommunikációs felületei, ezeket megpróbáljuk megfelelő formában visszajelzés alapján is a lakosságnak jelezni, és aztán bízom benne, hogy azért a dolgok nagy részét meg tudjuk oldani saját belső berkeinkön belül. Annyi interjút készítettem már a Szocialisták Volt Európai Parlamenti képviselőjével, Szanyi Tiborral, hogy lassan már úgy érzem, hogy kezd érdekelni az Okos Város program. Mennyire lehet Gödöllőt okos városnak, okos településnek hívni? Én ezt az okos város, okos települést, ezt olyan nagyon bűszónak tartom. Szerintem a település polgárai kell legyenek okosak, és szerintem okosak, hogy jól gazdálkodjanak azokkal a lehetőségekkel, ami van, hogy próbáljuk meg a kreatív ötletek feltételeit megcsinálni. Az okos város programok azok nagy pénzügyi háttérrel rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy pici apró lépésekkel kell előmenni a rész és az egész kérdése. Van internet például Gödöllőn mindenhol? Persze. Sőt, a főtéren ingyenes internet van. Hogyne. Milyen Gödöllő egészségügyi ellátása? Hát az állami egészségügyi ellátása, azt tőlük kell megkérdezni. Na de hát van egy polgármester, aki orvos alapszakmáját. Igen, mi teszünk bele az egészségügybe, de hát a járóbeteg ellátás nem önkormányzati feladat. Önkormányzatnak az alapellátása feladat, ami ezt elvégezzük, oda beteszünk a plusz összegeket, és az ügyeleti hálózatot külön megállapodás alapján működtetjük, és az alapellátás orvosai pedig szerintem jól felkészültek és jól dolgoznak. Biztonságban vannak az emberek, akár a gyerekorvosok, akár a felnőtt orvosok kapcsán. Ugye ehhez tartozik még a fogorvosi hálózat, amiben nagy része azért privátban van, tehát gyakorlatilag már majdnem mindenki, az emberek 80-85%-a privát fogorvoshoz jár, ebből is van komoly választék, és a védőnői hálózat. Ott a probléma az, hogy nincs humán erőforrás, tehát a szakemberek, a védőnői hálózat szakemberei. Tehát akkor azt akarja mondani, hogy nem jó újszülött gyereknek lenni Gödöllőn? Nem jó újszülött gyereknek lenni, azért nem csak a védőnök vannak. A védőnök nagyon sokat dolgoznak erőn felül, csak kevesen vannak. Ma körülbelül 10-12%-a hiányzik
védőnői hálózatból a védőnöknek, amivel foglalkozni kell. Ennek egy része komoly egzisztenciális probléma, azért nem tudnak jönni, lakás, megélhetési probléma, másrészt a feltételeket sem tudják mindenütt biztosítani, és elmennek máshova a szakemberek. Nyugdíjas védőnöket vissza lehet alkalmazni? Hát ez most jó kérdés, nem tudom, szerintem igen, de nincs. Hát gondolja végig, azért egy védőnőnek rengeteg kell menni, a védőnőnek emelni kell, a védőnőnek nagyon sok olyan dolga van, amit már a kevesebb fizikai lehetőséggel bíró szervezet nem bír. Tehát nem, itt nem a szolgálatról van szó, és nem a elhivatottságról, hanem a fizikai dolgokról. Például egy óvónőnek sem lehet 60-65 éves, hiába alkalmazzák vissza, nagyon nehezen tudja fizikailag ellátni, szegények kidolgozták magukat. Nyilván visszajönnek, hogyha nincs szakember többen, mert kell a megélhetés, de ez már nem egészséges, nekik pihenni kéne. Nézzük, Gödöllőn jó ma iskolásnak lenni? Szerintem igen. Egy nagyon jó iskolarendszert adtunk át a Kliknek, azóta nem változott szerkezetileg. Az épületek egy része tökéletes, egy részével van gond, de ezt már a Kliknek kell megoldani. Viszont nagyon sok olyan plusz oktatási program működik, amit nem szüntettek meg, hál' Istennek, jó a kapcsolat a Klik vezetőivel, nem szüntettek meg, és egy nagyon színes oktatási palettát tud felmutatni Gödöllő. Általános iskolák tekintetében 5 általános iskola van, van egyházi általános iskola pluszban, és van 3, illetve tulajdonképpen 4 gimnázium, és egy szakmunkás képző középiskola. Jó-e Gödöllő városában istenhívő embernek lenni? Én szerintem nálunk az Isten hit az mindenkinek magánügye. Én soha nem kotoráztam bele abba, hogy valaki... Kérdésemet milyen... akkor újra kérdezem, mert úgy látszik rosszul kérdeztem, arra tűntetek szüleim, hogy nem engem, nem értettek, én tettem föl rosszul a kérdést. Van-e Gödöllőnek karbantartott zsinagógája, katolikus, református? Zsinagóga nincsen, sajnos ezt lebontották, nem bombázták le 50-es években valamikor, annak a zsinagógának a helyén állítottunk egy emléktáblát. Még Szabad Gyuri bácsi, hagyd mondjam így, a korábbi országgyűlés elnökét kértük meg, hogy avassa föl 93-ban, még akkor MDS. Tehát akkor Gödöllőn nincsenek zsidók? De vannak, sőt, de nincs meg, azt hiszem 10 a gyülekezet, tag, ugye, igen. 10 tagnak kell lenni, talán az nincs meg, és a szomszédos település is a Szegen van gyülekezet, meg hát közel van Pesthez. Tehát így nagyon, nagyon megvan a lehetőség arra, hogy a hitéletét valaki gyakorolja. Nyilván rajtuk múlik, tehát ez egy szervezettség, de ugyanígy a katolikus, református, evangélikus, vannak kisegyházak, adventisták, sőt, még a hídgyülekezet és a Jehovák is rendelkeznek imaházzal. Én abban vagyok, én katolikus vagyok, és heti templomban járul, de én nagyon tiszteletben tartom másnak a vallási nézeteit, ha az nem törekszik arra, hogy elfoglalja a másik telepét, és azokat a lehetőségeket, amikkel ők bírnak, azoknak nyilván... Akkor kérdezem, hogy mi vár Gödöllő lakosaira pünköstkor? Mit szervez a polgármesteri hivatal pünköstre? Pünköstkor nem szervezünk, az egy ugye szép családi egyházi ünnep, ma már nagyon sokan mennek el. Én magam többször voltam a pünkösdi búcson Csíksomlyon, most megint nem tudok elmenni, mert 8-án lesz egy a fejlesztések kapcsán a 1930-as Jambori épült hídnak a lebontási a búcsúja, mert le fogják bontani az új vasútépítés kapcsán. Egy ilyen rendezvény lesz, aztán lesz egy gyönyörű koncert a kastélyban, hiszen koronázási hétvége van. Az azt jelenti, hogy a pünkösdi... Kik fognak fellépni? A szimfonikus zenekar fog játszani, és Kolozsvári... Gödöllőnek van szimfonikus zenekara. És tehát nem csak színháza... Szimfonikus zenekara, fúvózenekara, talambaütő együttes, cimbali band, 3 színházi társulás, társulat, gitárzenekar, fúvózenekar, és a többi. Nagyon sok iparűzési adót fizethetnek az ott működők ezek szerint. Ők nem fizetnek. Nem ők, hanem amiből ezt fedezi. Igen, meg azért nekik is kell pályázati pénz, meg szponzori pénz, meg a jegybevételek, tehát ez egy komplex... Utolsó kérdésem a mai, ma olyan majdnem, mint a zsidóknál a húsvét pészek, amikor csak kérdéseket teszünk föl. Akkor utolsó kérdésem már, mi az, amit nem sikerült 7 kadencia alatt, és azért kell a 8., hogy akkor sikerüljön? Az infrastruktúrának mindig megyünk, az infrastruktúra mindig után megyünk, Gödöllő egy domb, ugye Gödöllői dombság egy dombos vidék, nagyon nagyok a lejtőek, úgyhogy a házak fönt vannak sokszor a dombtetőn,
és nem tudtunk utolérni magunkat még mindig abban, hogy mindenütt az az infrastruktúra legyen. Itt nem a csatornáról beszélek, elsősorban az utakról, járdákról, ami megnyugtatóan megközelíthetővé teszi az ingatlanokat. Oda lehet menni, de ezen javítani kell. Ez az egyik dolog. Kettő, pedig szeretnénk egy egészségügyi objektumot megvalósítani. Úgy tűnik, hogy befektetői alapon létre fog jönni egy kis kórház. Nagyon dolgozom rajta, mert ma úgy tűnik, hogy az egészségügy a várakozási idők és az állapota miatt nem alkalmas arra, hogy mindenkit megfelelő szinten kiszolgáljon, és akinek van megfelelő mozgástere, az be tudja tenni a pénzét, hogy biztonságos egészségügyi ellátást kapjon, és ez Gödöllőn valósulna meg. És hát szeretnénk persze egy csomó minden mást megvalósítani. Szerintem nagyjából mindent megcsináltunk, amit szerettünk volna ebben az 5 évben, és össze fogunk rakni egy következő 5 éves programot. Kedves nézőim, az elmúlt szűk 15 percben dr. Gémes Györgyöt, Gödöllő város polgármesterét látták és hallották, aki 8-szor is ringbe száll, ez alkalommal is Gödöllő polgármestere szeretne lenni. Sok sikert kívánok, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és itt folytatjuk legközelebb. Köszönöm. Kedves nézőim, most előzetesek, aztán már is jövünk vissza. Tartsanak velünk!